Jean-Louis Trentinha, magyar hangja Végvári Tamás, Mireille Darc, Bence Ilona, Bernard Fresson, Szersény Gyula főszereplésével bemutatjuk az Utasok című filmet. A további szerepekben Adolfo Celi, Busz Gyula és Mark szerepében Richard Constantini, Bolba Tamás. További magyar hangok: Freud Edith, Martin Márta, Szabó Otto. A film Vier azonos című regényéből készült. Zenéjét szerezte Claude Boulin. Fényképezte Walter Wotitz. Magyar szöveg Per Klára, hangmérnök Illés Gergely, rendezőasszisztens Kovács Miklós, vágó Mihály Falvi Mihály, gyártásvezető Kovács Gyula, szinkronrendező Kis Beáta. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Egy negyedik osztályos kisfiúért jöttem. Marc Le Tessier. Szabad a nevét? Moano. Rendezte Serge Leroy. Sajnálom, hogy Le Tessier asszony nem tudott eljönni személyesen. Moano. Parancsol? Jelenleg már Moanónak hívják. Ó, kérem, bocsásson meg, elfelejtettem. Igen, és nagyon sajnálatosnak tartom azt a döntését, hogy Markot évközben kiveszi az iskolából. Evel csak feleslegesen megzavarjuk. Nem lett volna mondjuk megvárni a szünidőt? Tudja, ebben a kérdésben nem én döntök. Szeretném remélni, hogy amikor Markot ránk bízta, nem kizárólag azért tette, mert francia nyelvet is tanítunk. Esetleg tud a feleségének olyan szándékáról, hogy valamelyik egyházi intézetben helyezi el Párizsban? Úgy gondolom, hogy gimnáziumba fog járni, mint mindenki. Kitűnő. Mondják meg Marc Le Tessiernek, hogy a nevelőapja várja az irodámban. A kedves felesége már nem dolgozik az Air France-nál? Nem. Egyszerűen visszakérte magát Párizsba. Tessék! Szervusz, Marc! Jó napot kívánok, igazgatónő! Szervusz! Jó reggelt, Alex! Kösd be az övedet! Azt hiszem, követnek. Ugyan már? Úgy tűnt, a kanyarban akaszkodott ránk. Majd meglátja. Amikor utoljára meglátogattunk a mamával, még tegeztél? Elfelejtettem. Már megint a nyomunkban van. Nem akarod bekapcsolni az övet? Biztos vagyok benne. Ott parkolt az iskola előtt. És láttam, hogy ugyanakkor indult el, mint mi. Ülj le és kösd be az övet. Lehet, hogy kém. Kicsoda? Hát a pasi, aki követ minket. Neked volt már dolgod kémekkel? Még soha nem volt hozzájuk szerencsém. És remélem nem is lesz. Egyébként miért követnének minket? Ez egyszerű. Eltévesztették a kocsit. Összekevernek valakivel. Akkor eléggé zöldfülűek a kémeit. Nem gondolod, hogy ipari kémekről van szó? Lehet. Vagy talán magándetektívről, akit mondjuk lefizetett az iskolád igazgatónője, hogy meg tudja, egyházi intézetbe irattunk-e be, vagy sem. Te nem hiszel Istenben? Miért kérdezed ezt? Csak úgy. Itt kell rátérnünk a Strádára. Mit csinálsz? Látod, jól sejtettem. Micsoda? A pasas is rákanyarodott a Strádára. Ebben nincs semmi különös. Senki nem tilthatja meg neki, hogy a Strádán jöjjön. Bekapcsolod végre azt az övet? 1897 kilométert végig autókázni nem lesz szórakoztató. 1897 kilométert? Igen, kiszámítottam a térképen. Holnap után ott leszünk. Holnap után? Miért nem repülővel megyünk a mamához?
Mert a mamát szerette volna, ha visszaviszem a kocsiját. Tudod, mennyire ragaszkodik hozzá. És mivel én meg nagyon ragaszkodom a mamáthoz, azt mondtam, rendben van, visszahozom a kocsidat is. De nem akarta, hogy éjszaka is utazzunk, ezért tart 3 napig, amíg odaérünk. És ha tényleg mindent tudni akarsz, a mamád úgy gondolta, nem árt nekünk, ha egy kis időt kettesben töltünk. Vagy egy kicsit jobban megismerjük egymást. Nem kérdezte meg a véleményemet, amikor hozzád ment. Ezért nem értem, miért pont most lennének aggályai. Tévedésben vagy, barátocskám. Nincsenek aggályai a mamádnak. Ha nem fogjuk megérteni egymást, nem fog magának ebből gondot csinálni. Hidd el, és én sem. Ez nem olyan nagy tragédia. Úgy látom, elég jó fej vagy a magad nemében. Miért? Milyen vagyok én a magam nemében? Hát szerintem nem túl laza. Jó napot, uram. Itt parancsolnak? Egy gyenge fekete kávét kérem. Már is azon. És a fiatalembernek? Mit akarsz inni? Ugyanazt, amit te. Csak nem fogsz feketét inni. Agyon legyen szíves egy kapucsinót sok tejjel. Azt már nem. Nem akarok kapucsinót. Nem vagyok tej fölös szájú. Tehát a te korodban még nem iszik az ember koromban, feketét. Az én koromban. Mit tudsz te rólam? Nem szégyeled magad, hogy így beszélsz velem? Adjon neki, amit kér, akár kávét is. Felőlem. Nem akartalak felbosszantani, de tudod, nem szeretem, ha így bánnak velem, ennyi az egész. Nem bosszantottál fel. Kérsz bele cukrot? Nem. Megkérnéd, hogy tegyen bele nekem egy kis tejet? Így nem ízlik, eléggé undorító íze van. Egy csöpp tejet legyen szíves. Jó napot, uram. Jó napot. Tele legyen szíves. Tele lesz. Egy szót se szóljon, megpróbálom kitalálni. Milánó? Ennyió, most rajtad a sor. Róma. Nem. Szabad a gazda. Párizs. Egymás után kettő. Ez egyszerűen lehetetlen. Párizs, Párizs. Csak tudnám, miért megy mindenki Párizsba. Ez itt az úti terv? Igen, az. Akkor ma éjszaka hol alszunk? Nézd meg, bejelöltem. Orvieto Holiday Inn Hotel. Mindent előre lefoglaltál, ugye? Igen, mindent. Kicsit túlszervezed a dolgokat. Elképzelheted, hogyha egész nap vezetek, nem szeretném a fél éjszakát szálloda kereséssel tölteni. Mégiscsak jól sejtettem, a mama egy pedáns pasihoz ment feleségül. Ez állatian meg fogja változtatni őt is. Gondolod? Igen. Tényleg, még azt sem tudom, mit melózol. Főkönyvelő vagy? Nem, mérnök. És te mi szeretnél lenni később? Kérdeztem tőled valamit. Író. Író? Igen. Miért nem akartad megmondani? Féltem, hogy kinevetsz. De hogy kinevetlek? De hát szerintem ez kitűnő ötlet. Tényleg? Csak az a baj, hogy még 40 éves korodban is én foglak eltartani. Az egyáltalán nem biztos. Van olyan, aki maga keresi meg a kenyerét. Igen, akad. Láttad? Láttam. Akkor ezt most mivel tudod magyarázni? Egyszerű a dolog. Ő nem állt meg 4 órakor kávézni annál a benzinkútnál, ahol mi, hanem itt kávézott. És mivel ugyanolyan sebességgel halad, mint mi, természetes, hogy újból találkoztunk. Megnyugodtál? Ezek szerint akkor vacsora után is találkozni fogunk. Jó napot. Jó napot.
Ha mindenki úgy csinálná, mint ön, bizony megkönnyítenék az életünket. Hogy? A többség 7 és 8 között jön. Képzelheti, milyen bolondok háza van olyankor. Szóval ez a legnyugodtabb időpont. Messzire megy? Párizsba. Hozzon egy hamburgert, saláttával. Azért ugye vannak még szerencsés emberek. Életem legnagyobb vágya, hogy eljussak Párizsba. Hát, előbb-utóbb bizonyára valóra válik az álma. Mit gondol, mennyit keresek én itt? Borravalóval vagy anélkül? Borravalóval. Hát, biztos nem sokat. Ma látja. Hogy jutnék én el Párizsba? Talán vár valaki? Nem, nem. Szeretném a... Igen, egy hamburger salátával. Befejeztem. Hogy befejezted? Szinte alig nyúltál az ételhez. Azt hittem, farkaséhes vagy. Tudod, soha nem eszem valami sokat. Majd megszokod, én alvás közben gyűjtöm az energiát. Alvás közben? Úgy alszom, mint egy őrült. Ha nem ébresztenek fel, képes vagyok aludni akár több, mint fél napig is. Ezzel mindig megijesztem a mamát. Azt hiszi, hogy meghaltam, vagy beteg vagyok. De most a kedvemért ugye megteszed, hogy eszel egy kis sajtot. És ha nem akarok? Akkor sajnos autóstoppal utazol tovább. Probléma egy szál se. Majd leintem azt az alakot, aki követ minket. Mit iszik? Semmit. Az egyik barátnőm is ilyen, soha nem iszik semmit étkezés közben. Azt mondja, hogy így nem hízik el. Én ebben nem hiszek. Ja, igen, hozzon kérem egy kávét is. Fogadni mernék, hogy ön nős és 5 gyereke van? Nem. Akkor hát kapom már végre azt a kávét? Hallgasson ide, én azt hiszem, hogy az életben a dolgoknak elébe kell menni. Nem szabad ölbetett kézzel várnunk. Mi a véleménye? Miért néz így? Ha mindenki bezárkózik a maga kis világába, anélkül, hogy megpróbálna érintkezni másokkal, mindennek vége, higgy el. Én a kapcsolatteremtés híve vagyok. Legyen szíves. Nem szabad ám ennyire félni a nőktől. Én ezt rögtön észrevettem, tudja, amióta mi nők pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, és meg is mondjuk őszintén a férfiaknak, félnek tőlünk. Tehát mi ütött magába?